gyakorlatilag 2009 júliusában a lakásunk az el lett adva, ugye, amiben én és az öcsém egyet tulajdonosok voltunk, az édesanyám fele résztulajdonos volt, mivel banki tartozás volt, meg főgyűlem lettek a köztartozások, mert most már sajnos ezek a panel lakások az egyik legdrágább rezsijű, legdrágábban fönntartható lakások. Édesapám hosszantartó betegsége is hozzájárult, egy komoly jelzálog teher volt a lakásom, és gyakorlatilag az miatt, mivel édesanyám nem tudta fizetni, ugye mi az öcsémmel nem tudtunk segíteni, ezért inkább azt választottuk, hogy értékesítettük a lakást még mielőtt a bank árverezte volna. Mert akkor tudjuk, hogy gyakorlatilag töredék áron kell egy lakás. A köztartozások és a hitel kifizetése után gyakorlatilag minimális pénz maradt. Én júliusban kértem az önkormányzattól egy lakás igénylést, egy költségelvű lakásra, amit a lakásbizottság egyhangulag el is fogadott. Azonban a kiutaló határozatnak a megírása az már a választások utánra esett, és gyakorlatilag egy mondva csinált indokkal a jegyző a kiutaló határozatot nem írta meg, mert hogy valami törvényi kifogást emeltek ezzel ellen a határozat ellen. Gyakorlatilag semmiféle írásos papírt nem kaptunk, két levelet írtunk a jegyzőnek, amire egyszer válaszolt, és azt írta, hogy törvénysértés nem történt, de hogy a bizottság nem vizsgálta azt a kiutaló határozat kiadása előtt, hogy édesanyám tudja fizetni a lakásnak a rezsijét, amit majd kiutalnak, illetve hogy aggályos az, hogy ő korábban ingatlannal rendelkezett. És a kiutaló határozatot nem adták ki, ezáltal földön futó lettem. Én most az édesanyámnál szeretem volna tartózkodni 2-3 hétig, amíg a lakáshelyzetem valahogy megoldódik. De ezt a 15 kerület önkormányzat, konkrétan az alpolgármester asszony felhívta a Palota Holdingot, akinek ennek a háznak a kezelője, hogy engem azonnal távolítsanak el onnan, és menjek az utcára, vagy ahova akarok, de nem tartózkodhatok ott még napközben sem. Igen, a Palota Holding az úr. Az édesanyám 89 éves, nekem valójában most az utcára kell mennem, mert nem tudok sehova menni. 89 éves vagyok. Nem tudok semmi, se főzni, semmi megágyazni, semmit nem tudok sem menni. Nem tudok. A csapból is az folyik, hogy a kormányzat segíteni fog a devizahiteleseken, mert ugye természetesen a hitelünk az devizában volt. Ehhez képest ugye most arra hivatkoznak, hogy miért nem oldja meg saját előbbről a lakás problémáját, és mi az, hogy ő az önkormányzattól kér lakást, amikor neki volt lakása. Na most ő egy az egybe tulajdonosról se volt, mert édesapámmal közösen voltak tulajdonosok. Ugye amikor apám meghalt 2007-ben, akkor én meg az öcsém lettünk a tulajdonostársai, ő mindig is csak a fele tulajdonosa volt. Más mobilizálható ingatlanunk nem volt, amit eladhattunk volna, és abból most nagy hirtelen egy lakást tudtunk volna venni. Az anyám bérleti szerződésében benne van, hogy a lánya, mint vendég, itt tartózkodhat bejelentés nélkül. Most ők erre azt mondják, hogy ez nem igaz, engedélyt kell kérnem a lakásosztálytól a 15 kerületbe. Az erdélyi a lakásosztály vezetője közölte, hogy semmiféle engedélyt erre nem ad ki. Menjek az alpolgármesternőhöz, a Vizér Klárához, ő meg közölte, hogy ő erre nincs felhatalmazva, adjak be egy kérvényt, hogy itt tartózkodok, és majd a lakásbizottság valamikor, amikor lesz ülése, eldönti, hogy igen vagy nem. Addig az utca. Ezzel csak kopogtatnak. Hát oda döcögtem, nagyon nehezen döcögtem, mert a kutyák ki akart menni. Azt mondták ma reggel 8 órakor, hogy 12 órakor menjek el innen, mert ha nem, akkor rendőrt hívnak és rendőrileg tesznek ki az anyámtól. Ezt ki mondta? Ezt a Palota Holdingban a Zsiskáni az osztályvezető, a ingatlan kezelők osztályvezetője. Azt mondom a főnöknek, mert a főnök most is az irodában. Mondom, maga itten mit akarnak? Azt mondja, takarodni kell. Így mondta, hogy takarodni kell.
Mondom, kinek? Maguknak. Nekem kell takarodni? Miért kellene nekem takarodni? A Zsiskáné megfenyegette, hogy amennyiben én itt tartózkodom egyáltalán, akkor az anyámnak fel fogják mondani ezt a bérleti jogviszonyt, amiért 1,5 millió forintot fizetett 2001-ben, és most 89 éves. Azért, mert hogy én itt tartózkodom. Hát ezek szerint én nem adhatok az anyámnak egy tányér levesre, nem főzhetek rá, semmit nem gondozhatom, mert ezt a kerület megtiltja. Bejöttek. Azt mondja, hogy jelentés jött, hogy 14 óráig el kell hagyni a lakást. Mondom, kinek? Nekem? Hát maguk beszegek. Hát én nekem addig van papírom, még évek. Addig vettem meg ezt a lakást, nem csak én. Mind a 44 lakó, annyi van. A lakás bérleti szerződésben gyakorlatilag van egy pont, ami azt mondja, hogy ha a bérlőkön kívül más is a lakásban tartózkodik, hogyha egyenesági leszármazott, vagy unoka, vagy ilyesmi, nincsen kötelezettsége arra, hogy az önkormányzattól hozzájárulást kérjen, mivel egyenesági leszármazott, viszont az önkormányzat meg azt mondja, hogy van egy olyan lakó, vagy tulajdonosi nyilatkozat, ami meg azt írja elő, hogy a lakásban nem tartózkodhat, csak a bérlő, vagy maximum a férje, vagy a házastársa. Azzal fenyegették, hogy éjszaka is ellenőrizni fogják, hogy a lakásban tartózkodik-e. Mondjuk ezt nem tudom elképzelni, hogy egy 84 éves öreg asszonyra rátörik éjszaka az ajtót, vagy ezt hogy képzelik el? Becsukták az ajtót, ez a három icót. És mondom, fejezze be a fényképezést. Hát mondtam, hogy én kiköltözni. Hát ne hülyéskedjenek már. Hova költözünk én ki? Hát itt a papírom, hogy én itt halok meg. Ja, akkor megfordította a szavát, hogy a lányával kell beszélnünk, mert a kutyával együtt el kell innen menni azonnal. Na, az akkor kitört belelem. A lányom vendégségben van, mondtam neki. Vendégségben van a lányom. Gyakorlatilag itt a jegyzőkönyvben azt írták, hogy a mai nap folyamán, ez délelőtt volt ez a hatósági szemle, hogy mondjuk így, hogy délután 2 órakor, amennyiben még itt tartózkodik, akkor akár karhatalommal is eltávolítják az ingatlanból, hogyha még itt van a lakásban. Ezért most édesanyám be sem mer jönni. Mert azt viszont nem szeretné, hogy a nagymamámnak a lakását ez miatt fölmondják. Megkérdeztem tőlük, hogy kommunisták. Nem szóltak. Mondom, maguk kommunisták, ugye? Idáig etették a lányomat 15 évig, és most mondom, ki nem szólnak hozzá. Akkor megyünk a gondokhoz. Csokolom. Nem nyilatkozom. Értem, miért nem? Csak. De van valami oka, amit el kell titkolni? Nem. Mi egyszerű beosztottak vagyunk, ahhoz nekünk a főnökség engedélye kell, hogy nyilatkozunk. A Palota Holdingba elsősorban az ügyintéző nem mert intézni semmit, a vezérigazgató jött ki. Most tévizident kirakja az utcára, nem, hanem megszünteti ezt a jogtalan állapotot. Hogy szünteti meg? Úgy, hogy természetesen megkéri azt, hogy menj, hagyj el. Értem, nem tud menni, mi lesz akkor? Hogy nem tud menni? Nem tud elmenni, mert kb. Megy a híd alá, konkrétan. De most látom, ki menni, ki tud? A polgárőrök nem kérhetik el a személyemet, nem igazoltathatnak, akkor rendőrrel fognak onnan engem eltávolítani. És ezt nem is tagadta le, mert az önkormányzat őket erre kötelezi. De az anyámat is megfenyegették, hogy ha én ott tartózkodom, akkor felbontják vele a 89 éves anyámmal a lakásbérleti szerződést, amiért 1,5 millió forintot fizetett 2001-ben, és örök bérleti jog. És független attól, hogy ez nyugdíjas ház, ez nem szociális otthon, ez nem kórház,
és én úgy érzem, hogy nem is börtön. Én azt kérem, hogy tudják máshol keresenek erre megoldást, ennek az épületnek van házirendje, van szerződése, azt meg kell önök nézzék. Mert vannak a törvények arra, hogy ezt hogyan kell. Törvények, ez a törvényeket önök tisztázzák, nekem és az alpolgármester szóval semmi közben sem. Ezt akartuk csak hallani, semmi más nem akartuk. Nem tudom, hogy mit kire használnak föl, de az egész ugyanis sokkal szövevényesebb. Csak a Palota Holdingtól küldtek bennünket ide? Azért, mert úgy gondolják, hogy ha önök kiabálnak, akkor mit tudom én, gyorsan kiutalak egy lakást, nem utolódi lakást. De nem tudom, bocsánat. Köszönöm szépen, rendet akarunk teremteni. Barikádon üzenem, barikádon üzenem. Rendet akarunk teremteni a kerületben, az urambátyja a szokásokat meg akarjuk szüntetni, az ilyen típusú erőszakoskodásoknak elejét vesszük, és a törvényeket be fogjuk tartani. Üzenem önnek is, a barikádra is üzenem, és üzenem az orosz úrnak is, hogy rend lesz a kerületben a rajta. Nagyon jó. Mindenki tudok önnek mondani, szabályokat be kell tartani, törvényeket tehát 20-án este 9:30-kor itt vagyunk nálunk a édesanyámmal. Oda jutottunk, hogy úgy kellett átjönnünk Újpalotáról gyakorlatilag menekülve, mert hogy olyan fenyegetettség és olyan helyzet állt elő, hogy a saját édesanyjánál nem lehet ott éjszaka. Annak ellenére, hogy az önkormányzatban és a Palota Holdingban korábban, amikor bent voltak, senki nem nyilatkozott konkrétan arról, hogy milyen szabály alapján, vagy milyen elv alapján nem lehet ő ott. Erről senki nem mert írásban nyilatkozni, szóban mindenki mond mindent, fenyegetőzések elhangzanak, de senki nem meri, vagy nem, egyszerűen senki nem vállalja azt föl, hogy egyáltalán mi alapján nem lehet ott édesanyám a saját édesanyjának. Polgárőrség felhívott ma délután 4 óra tájékába, és közölték velem, hogy azt az utasítást kapták, hogy az édesanyám lakásából 7 óráig menjek el, és vigyem el az ő kanapéját is, tegyem ki a lakásból. Amennyiben nem hagyom el 7 órakor anyám lakását, akkor rendőrt hívnak rám, és avval fognak kirakni. Aki úgy érzi, hogy ebbe a helyzetbe bármiféle, akár jogi tanácsa, vagy bármiféle olyan segítséget tud adni, hogy előre mozdítsuk ezt az ügyet, azt előre is megköszönjük, és várjuk a megkereséseket. De mi is el fogunk követni mindent annak érdekében, hogy ez minél nagyobb visszhangot kapjon. Mert egyébként hangsúlyozták azt, hogy miért kellett nekünk a sajtóhoz fordulni. Azt hiszem épp, amikor ti voltatok benne, akkor ez volt az egyik fő vonal. Hát azért kellett oda fordulnunk, mert senki más ezzel a dologgal nem foglalkozik.